Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk tények, titkok mai adásába, és most újra egyedül fogok egy monológot mondani a gravitáció természetéről. Azért vannak néha ezek a monológok, mert amikor egy-egy vendéget hívok, a stúdióidő úgy van kicentízve, hogy jut idő három beszélgetésre, ennyit körülbelül még agyilag követni tudok, és utána már ritkán van annyi stúdióidő, hogy még egy vendég beférjen, de egy-egy ilyen szösszenetre még futja a stúdió kapacitás. Most a gravitációról szeretnék beszélni, gravitációval kapcsolatos titkokról, tabukról és tényekről. Ma, ha megkérdezik azt, hogy mi is az a gravitáció, akkor azt mondják, hogy hát mindenki tudja, az alma a fáról a föld felé esik, és nem fordítva, mert a gravitáció oda vonza. Minden jobb fizika tankönyvben az van odaírva, hogy hát a gravitáció is egy kölcsönhatás, ugyanúgy, mint a elektromágnesesség. Ha valaki úgy mélyebben fizikát tanít, akkor, vagy tanul, akkor azzal a modellel találkozunk, ami Albert Einstein nevéhez fűződik, és ez a görbült téridő. Az Einstein-féle gravitáció modell az azt mondja, hogy nincs is gravitációs kölcsönhatás valójában, a téridő görbül meg, és mindig azt a példát mutatják be, hogy kifeszítünk egy gumimembránt, és a golyók mindig a kifeszített membránnak a mélyére akarnak gurulni, lám ez az analógia a gravitációhoz. Na, miért is érdekes egyáltalán a gravitáció? Miért is fontos számunkra? Hát van egy gyakorlati oldala, amikor dugóba ülünk, és sok embert bosszant ez, akkor mindenkinek az eszébe jut, hogy hú, de jó lenne, ha most föl tudnék emelkedni, és át tudnám repülni az összes piros lámpát, és a célomhoz érkeznék. A másik, hogy ahhoz, hogy gyorsan közlekedjünk, nagyon drága autópályákat kell építeni, és ezek iszonyatos mennyiségű termőföldet tesznek tönkre egyszer s mindenkorra, örökre. Nem elég, hogy drága, de soha többé ott búzát, kukoricát nem fogunk termelni, ahol egy autópálya húzódik. Ott a termőtalajnak vége. Van egy újabb, másik oldala is ennek a dolognak. Ha a gravitáció ilyen valójában görbült, ilyen téridő lenne, akkor ez az emberiség sorsát olyan szempontból pecsételi meg, hogy innen legfeljebb űrszondák fognak eljutni itt a mi naprendszerünkön belül, de arra már nemigen fog sor kerülni, hogy a technológiai lehetőségeinken belül emberek eljussanak például az Uranuszra, a Neptunuszra. Az messze meghaladja egyáltalán a műszaki lehetőséget, mert rakétával kijutni, és onnan esetleg még netán visszajönni, úgyhogy ember vagy emberek is a fedélzeten tartózkodhassanak, az teljesen kilátástalan ügy. Tehát, ha az Albert Einsteinnek igaza van, akkor az egész emberiség itt fog elpusztulni ezen a bolygón. Az, hogy egy-két
önkéntes elmegy meghalni a Marsra, az nem sokat segít rajtunk. Én először akkor estem kétségbe és gondolkodóba, amikor hát az általános relativitás elmélettel kapcsolatos könyveket olvastam. Itt van például ez a mindössze 1300 oldalas könyv az általános relativitás elméletnek a matematikája van benne. A alapos könyv, jól megírt könyve a Wheelernek meg a Thornnak, értenek is hozzá, de egy dolog engem nagyon zavart. 1300 oldal ez a könyv, és a többi gravitációs könyv, amik mondjuk nem tartalmaznak sok matematikát, tenzoranalízist, azok is vaskos munkák. Hát hol vannak a kísérleti eredmények? 1300 oldal miért nem elég ahhoz, hogy nézzük itt az elmélet, hol vannak a kísérleti bizonyítékok? Az én számomra, és talán nem vagyok egyedül ezzel, akkor elfogadható egy elmélet, ha van mögötte kísérleti bizonyíték. És ez nincs. Az általános relativitás elmélet mögött nulla a kísérleti bizonyítékok száma. Tetszik, nem tetszik, de ha lenne, akkor belefért volna ebbe az 1300 oldalba. És későbbiek során, aztán bogarászás közben rátaláltam kísérleti bizonyítékokra, de azok pontosan cáfolták az Einsteinnek az elméletét. Azt azért szeretném tisztázni, hogy Einsteinnel az égvilágon semmi problémám, valamint, tehát én egy nagyon normális, számomra szimpatikus kutatónak tartottam, tartom ma is, mai napig is, de hát az általános relativitás elmélet, bár elegáns elmélet, de addig egy mérnököt különösebben nem izgat egy szép tetszetős elmélet, amíg nincsen mögötte bizonyíték. Sőt, hát engem, mint mérnököt, feltalálót az is izgatna, hogy hát hogy lehetne antigravitációs szerkezeteket építeni egyáltalán, hol lehet őket megtalálni, keresni. Hát nagyon egzotikus területeken az egyik ugye az UFO kérdés. Én azt gondolom, hogy éppen elég megfigyelés, videó, meg szemtanú megfigyelés van már arra, hogy ezt a kérdést nem tudjuk már csak úgy leseperni a vállunkról, mint ahogy ezt a Magyar Tudományos Akadémia tette, teszi és tenni fogja. Már az Egyesült Államok hadserege is egymás után teszik közzé nem csak az ezzel antigravitációval kapcsolatos szabadalmakat, hanem a UFO megfigyeléseket is. A másik ilyen nagy terület, amiről remélem később még fogunk beszélni, az, amikor az élővilág csodáit fogjuk látni, az, hogy a bogarak, és nekem ezt tette a bogarat a fülembe, a bogarak repülnek. Ugye mindig is probléma volt, hogy a hidrodinamika jó pár esetben, nem a lepkékről vagy a szitakötőkről van szó, de például a darazsaknál egyáltalán nem indokolja, hogy ezek repülhessenek. A fürkészdarás például, akivel vagy akikkel én gyakran találkozom nyáron, amikor az erdőben biciklizek, kifejezetten bosszantó módon repül. A fürkész darázs az nem darázs, hanem egy légy, és ilyen a beszűrődő ágakon keresztül beszűrődő napfényben gyakran látjuk őket ott duruzsolni, lebegni,
szinte mozdulatlanul, és amikor elmegyek mellettük biciklivel, ilyen rajokba szoktak ott lebzselni 2 méterre a föld felszíne fölött, akkor azt csinálják, hogy nem előre, nem hátra, hanem oldalra mozognak el, tehát a szárnyak irányában. Márpedig, aki tanult hidrodinamikát, és én sokat, az tudja, hogy az, amit látunk, az teljesen lehetetlen. A szárnyak irányába, oldalra nem lehet repülni. Ott valami más van. Nos, ezért volt érdekes számomra az a teljesen elfeledett magyar elmélet és megfigyelés, ami Magyari Endre, kutató, fejlesztő, mérnök munkásságából következik. A Magyari Endre a magyar rádiózás megteremtője. Ő volt az, aki először az 1920-as években, immár 100 éve egy lakó vagy bútorszállító kocsiba elindította Magyarországon a rendszeres rádióadásokat is, az LGT-nek egy Szól a Rádió című nótája meg is örökítette ezt az eseményt. Magyari Endre felújította az 1700-as évek óta itt-ott felbukkanó elméletet, miszerint a gravitáció az nem is egy vonzó erő, mint ahogy ezt tanítják meg, meggondoljuk az iskolákból, hanem az egy nyomás, valamilyen közeg, nevezzük most éternek, szabályosan rányomja, vagy egymáshoz nyomja a tárgyakat, miután hát a két közeg között az éter sűrűsége kisebb, mint kint. Gondoljunk egy olyan esetre, a hullámzó Balatonnak a felszínén ott van egymástól nem túl távol 2 hajó. Ezek a hullámzás miatt szép lassan elkezdenek egymás felé közelíteni, egyszerűen azért, mert a 2 hajó közt a hullámzás intenzitása kisebb, míg kívül megmarad. Ezért a hullámok szép lassan egymás felé nyomják ezt a 2 hajót. Nos, az éter, mint szuperfolyékony folyadék, az megnyilvánulhat abban, hogy ahogy így hullámzik, áramlik, 2 testet szép lassan egymás felé nyom. Az éter jelenléte akkor látszik valójában, hogyha elkezdjük gyorsítani azt a tárgyat, és úgy hirtelen a sebességváltozást akarunk elérni. Ezek a Newton törvények. Ebből érettségiztünk, ezt nagyon sok ember tanulta a fizikából, megvan a matematikai formula, de nincsen mögötte egy fizikai kép, hogy mi is okozza ezt. Nos, a Magyari Endre ebből az éterelméletből, miszerint az étert elnyelik a tárgyak, és ezek az elnyelődések aztán azt okozzák, hogy a tárgynak az egyik oldalán ugye az éter sűrűsége nagyobb, a másik oldalán az elnyelés miatt kisebb. Éppen ezért ez a különbség úgy, az az elnyelés 2 formában jelenik meg. Hát egyrészt ezek a tárgyak elkezdenek melegedni, másrészt egy erő alakul ki, ami vonzó erőnek tűnik, amennyiben 2 tárgy között vizsgáljuk az erőket. Hát ez egy nagyon érdekes és meredek történetnek tűnik, de csak ötletnek, mindaddig, amíg nincs kísérleti igazolás mögötte.
A Magyari Endre ebből az ötletből indult ki, és egy megfigyelést is tett, méghozzá előre fölkészülve egy napfogyatkozás idején. A Finom Mechanika című folyóiratban 1963. februárjában jelent meg egy cikke, az mutatom is, nagyon jelentős, az Albert Einstein elméletét teljes mértékben cáfoló elmélet és megfigyelés, aminek a címe Új kutatási szemlélet, az áthatolásos erő és energia közlés. Még egyszer mondom, hogy Magyari Endre a magyar rádiózás és közvetve a televíziózás megteremtője. Ő úgy gondolkozott, hogy a gravitáció semmi más, mint amikor éter részecskék átlőnek mondjuk egy lemezt, és tudjuk, hogyha egy golyób is becsapódik egy lemezbe, vagy áthatol rajta, akkor impulzus megváltozás miatt erőként vesszük ezt észre. A cikk ismertetésére nincsen mód, de azt a megfigyelést szeretném ismertetni, ami Magyari Endre állítását figyelemre méltóvá teszi és elfogadhatóvá. Ez a kis ábra mutatja az ő elméletét, miszerint itt van két test, és az az áthatolási vagy éter elmélet miatt úgymond éter többlet lesz a külső oldalon, és éter hiány lesz a belső oldalon, ahol a két test egymáshoz közel van. Ő azt gondolta, Magyari Endre, hogy napfogyatkozásnál illik ennek a hatásnak megjelennie. És valójában talált is egy olyan időpontot, amikor Budapest határán levő Lakihegyi adótorony a mozgásából az ő elmélet, ez az áthatolási erő elmélet igazolható vagy cáfolható. Ugye a tudomány elmélet szerint egyetlen elmélet sem igazolható pusztán matematikai úton, de egyetlen megfigyelés már cáfolhatja, ez a Kuhn-féle a verifikáció elmélet. Nos, úgy gondoltam Magyari Endre, ha jön a napfogyatkozás, akkor a Lakihegyi adótorony teteje és a nap közé egyszerűen be fog úszni a hold, és ilyenkor az áthatolási erő elmélet miatt meg kell, hogy változzon az adó tetejére ható erő. Mivel a Lakihegyi adótorony elég magas, majdnem mint az Elfej torony, 300 méter, megvan még egyébként, a torony tetejének a kilengésén kell, hogy látszódjon a holdnak a kitakaró hatása. Szerencsére a 50-es években volt egy olyan esemény, amikor ez a bizonyos napfogyatkozás, ez a tömeghatás egy februári hajnali időpontban történt, tehát nem egy nyári meleg napon, amikor a nap jó fönt van, és úgy takarja el a hold a napot, mint utoljára, azt hiszem, vagy 15 éve volt, amikor egy nyári napon volt teljes napfogyatkozás,
és az egész ország elsötétült ilyenkor, hanem akkor a nap épp hogy megjelent a horizonton, tehát a nap gravitációs hatása vízszintesen jelent meg a Lakihegyi adótorony tetejére. Tehát ilyenkor azt lehet látni, hogy az adótorony, amikor a nap fölkel, egy icipicit a nap felé eldől. Csak hogy az arra számított, és valóban ezt meg is figyelte, hogy amikor a hold elkezdte kitakarni a napot, az történt az adótorony tetejével, hogy még a reggel elhajolt a nap irányába, amint kitakarta a hold a napot, a torony teteje visszacsapódott az ellenkező irányba, tekintve, hogy a hold lecsökkentette ezt a gravitációs áramlást, éppen ezért kevesebb hát éter vagy ilyen elszívó hatás jelentkezett. És amint aztán a hold ki lebegett a napnak a korongja elől, az adótorony azonnal láthatóan visszaállt az eredeti irányába. Ezt a megfigyelést bár leközölte ebben az említett lapba, senki nem vette komolyan, az általános relativitás elmélet tökéletes cáfolata, a Magyari Endre féle megfigyelés, de titokban maradt, tabuként kezelik ezt a tényt. Ez egy tragédia, és a természettudományban sajnos nem egyedülálló. Nagyjából ezekben az években egy Erwin Saxl és Mildred Allen nevű amerikai kutatók azt vették észre, hogy torziós ingáknak a periódusa változik meg, ugyancsak ilyen napfogyatkozások esetén. Egy Saxl nevű egyébként Nobel-díjas francia kutató, de a Nobel-díjat közgazdasági Nobel-díjhez, gazdasági tevékenysége miatt adták. De szabad idejében ez a gondolkozó ember gravitációs kísérleteket végzett, kíváncsi volt, hogy holdfogyatkozások, napfogyatkozások idején a ingák, torziós ingák periódusa megváltozik-e. És ő is azt találta, Saxltól függetlenül, és sok más kutató eredményeitől, hogy valójában ez az éter elmélet, ez a kitakarás elmélet valóban létezik. Láthatóan és nagyon szépen hibahatáron kívül felül mérhető módon megváltozik az ingáknak a torziós ideje ilyen nap, hold, föld együttálláskor. Itt ebben a műsorban Sarkadi Dezsőnek is bemutattam már az inga kísérleteit, és láttuk a kisjé Józsefnek a rendkívül érdekes piramis kísérleteit is. A régebbi nézői biztosan emlékeznek, de YouTube-on visszakereshetők ezek az emlékezetes adások. Tehát nagyon sok jelenség mutatja, hogy valóban hibás az általános relativitás elmélet, és hát azért nem lehetett közös nevezőre hozni a fizika többi részével, a kvantummechanikával, mert egyszerűen hibás az elmélet, és rossz elméletet nem lehet
a nagy egyesítés során egyesíteni a működő dolgokkal. Ebből a történetből az a tragikus tanulság, hogy a tudomány nagyon jól el tud lenni a maga kis elefántcsonttornyába, jó kis konferenciákat lehet rendezni azok a kísérleti eredmények nélkül. A fekete lyukak és társaik pedig mind ebből következő illúziók, ezek nem létező objektumok. Remélem, hogy későbbiek során még ezekről az illúziókról fogunk tudni beszélni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!